Amit Zsigmond, hét krajcár. Részletek. Jó rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. És az is igaz, hogy soha én már jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy könny csorgott a végén a szeméből is, köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiúkban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, és amit fizettek, mindig odarakta. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, s egyszer csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Micsodák? A pénzecskék. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam! Azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut krajcárkák! Itt vannak, benne vannak. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszszt! Ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám. Csendesen! Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell. Szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak. Nekem már van három. Még kell négy. Az itt van, ebben a kis házikóban. Itt lakik. De nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Amikor felocsúttunk, anyám megkérdezte, hogy tudok-e egy versikét. Azaltán ki lehetne csalni a csikabiga héjából. Pénz bácsi, gyere ki! Ég a házad, ide ki! Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem volt. De nekem furta valami az údolamat. Édesanyám, én tudok egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek. De jó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, és mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvege már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem. Pedig cukrot vettem volna rajta. Ha azt is mertem volna. No, van már négy krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak három kell. Gyere csak, szapurán, hát ha a többi fiókban is lesz egy-egy. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók. Volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen. Ha most az egyszer kélek tőled, most se adsz.
van a legtöbb mi? Kiáltott a kacagba, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy cseppfeneke se volt. A nyakamba is akasztott, aztán nevettünkben leültünk a földre. Megállj csak! Szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve. Azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan! Kiáltotta. Itt van! Mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi, ahol 5 van, ott akad még 2 is. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól, s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is. El is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Én szamár. Hát a magam zsebét nem néztem meg. És tessék, megnézte, és ott is lett egy krajcár, a 6. Lázasok lettünk, most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebed is. Hát, ha abban is van egy. Az én zsebem? Nos, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott. És mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott, az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus jámbor arcú öregember rábámult. Egy krajcár, kérdezte. Hát, adok én. No, még a kéne. Kódustól alamizsnát. Add el, jányom. Nekem nem hibázik. Nekem már csak egy hibázik a kapafő, dava, minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. No. Hála légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága vére. Az anyámé. Aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.